Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Dobos László úr, Karcagváros polgármestere, szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm önt is, és a kedves televízió nézőket úgy szintén. Polgármester úr, az elmúlt fél év során számos jelentős esemény történt városunkban. Az egyik ilyen jelentős esemény a kórház átadása volt. A Kátai program keretében átadásra került mintegy 1000 négyzetméter megújult, felújított épületrész. Polgármester úr, mit tapasztalt az átadás során, hogyan értékeli az ott zajlott eseményeket? Hát bevallom őszintén, hogy én magam is alig ismertem rá a kórháznak a felújított részére. Sokszor jártam már nyilvánvalóan a kórház átadása óta ezeken a területeken, de alig találtam meg például a lépcső feljárót, a teljesen átalakult, természetesen pozitív irányba. Megnövekedett a terület, nagyobb lett az az épületrész, az udvar felé jócskán beépítették területeket, nagyobb lett a labor és különböző kiegészítő helyiségek, és hát tulajdonképpen a 21. századnak megfelelő minőségben készül a kórháznak ezen része. Pontosan ezt akartam kérdezni, hogy hogyan látja polgármester úr, hogy egy mennyire modern kórházba érkezhet majd az a beteg, vagy az a látogató, aki majd akkor fog oda kilátogatni, hogyha elkészül a felújítás, befejeződik a projekt. Hát én biztos vagyok abban, hogy valóban a kornak megfelelő színvonalú lesz ez az épületrész is. Tulajdonképpen ez is volt a célunk, hogy egy ilyenre fejlesszük ezt a járóbeteg szakellátást. Meg kell, hogy feleljen minden olyan követelménynek, ami az emberek egészségügyi ellátását szolgálja. Hogyan látja polgármester úr? Gondolom, hogy folytatott egyeztetéseket, beszélgetéseket a főigazgató úrral is, illetve a kivitelezőkkel. Tudják-e tartani a határidőket? Elkészül-e a kijelölt időpontra a kórház? Jól haladnak a munkálatok. Az természetes, hogy kisebb-nagyobb csúszások lehetnek, hiszen egy ilyen volumenű építkezésnél ez előfordulhat, de én úgy látom, hogy nagy csúszás nem lesz a befejezési határidőt illetően, és a minőségben is azt kell, hogy mondjam, hogy jó munkát végeznek a kivitelezők. Ezt állapítottuk meg mind a kivitelező vezetőjével, de főigazgatóval is. Most, hogy már nem az önkormányzata fenntartója a kórháznak, hanem az állam, gondolom, hogy továbbra is azért az önkormányzat rajta tartja majd a szemét a kórház működésén, a betegek ellátásán. 22 évig volt önkormányzati fenntartású ez az egészségügyi intézmény. Én szeretnék is köszönetet mondani a mindenkori kórházvezetésnek, illetve minden ott dolgozó szakembernek, akik a 22 év alatt, nagyon komolyan mondom, hogy egy jó együttműködéssel viszonyultak a város mindenkori önkormányzatához, a város vezetéséhez, és ennek hatására én úgy gondolom, hogy kisebb-nagyobb törésektől eltekintve jól működött ez a kettős dolog. Az élet ezt hozta, ehhez kell alkalmazkodni, ettől függetlenül a kórház ugyanúgy a város lakosságának az egészségügyét, illetve a környékbéliek ellátását fogja biztosítani, hiszen az épület itt marad. A kórházban ugyanazok az emberek, szakemberek fognak dolgozni, akiknek a nagy többsége úgy szintén karcagi, és nem változik a beteg ellátottak köre sem, hiszen a jó részét mégiscsak a város adja, illetve az a terület, ami korábban is ide tartozott a kórházhoz, illetve egy kicsikével bővül, hiszen újabb településeket is ide csatoltak, teljesen logikusan ehhez az egészségügyi intézményhez. Egy másik nagy beruházás, egy újabb munkahelyteremtő beruházás érkezett Karcagra. A közelmúltban a Karcagi Ipari Parkban ennek az új beruházásnak letették az alapkövét. Mit lehet tudnunk, polgármester úr, erről a beruházásról? Hát június 29-e egy örömteli nap volt, hiszen valóban egy alapkőletételre került sor. Ez bármilyen esemény kapcsán egy alapkőletétel az mindig egy fontos szimbólum, hiszen valaminek a kezdetét jelzi, egy olyan fázist, amikor már kézzelfogható közelségbe kerül valamilyen beruházásnak a elkezdése, illetve lassanként befejezése is.
még akkor is, hogyha valóban az alapkő letétel az alapját jelenti egy-egy ilyen beruházásnak. Nagyon örülök, megmondom őszintén, hiszen a legfontosabbat, a munkahelyteremtést fogja ez elősegíteni. Ez a jelenlegi ipari parkkal szemben található területen, a 4-es út, a vasút és a gyarmati út által bezárt háromszögben terül el az új ipari parki terület. Hát jelenleg ez egy olyan elhanyagolt, elhagyatott terület, valamikor innen bányázták ki, illetve termelték ki a vályognak való sarat, úgyhogy itt ilyen gödrös, nádas, szúnyogos terület található. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen előrelépés, hogyha itt egy ipari üzem fog felépülni, és fel is fog épülni. Tulajdonképpen egy év múlva már nagyon remélem, hogy a szalagot fogjuk átvágni az üzembejáratánál. Ez egy elektromos háztartási gépeket szétszerelő üzem, aminek a legfontosabb része, még egyszer mondom azt, hogy körülbelül 150-180 embernek fog munkát adni, ami a mai világban nagyon-nagyon fontos. Ennyi embernek ad bért, ennyi ember fog tudni ebből a bérből megélni, tudja támogatni a családját. És semmiképpen nem elhanyagolható szempont, hogy olyan anyagokat fognak kinyerni a szétbontott készülékekből, ami újrahasznosítható. Arról lehet-e már tudnunk valamit, vagy tudnak-e önök arról valamit, hogy várhatóan mikor fog elkezdődni ez az építkezés? Hát a építkezés mögött, egyáltalán a beruházás mögött egy nagyon komoly beruházói kör áll. Komoly tőkével rendelkeznek, és mint ilyen beruházók nem szeretik húzni-halasztani az időt. Tehát én úgy gondolom, hogy miután a tervek megvannak, már napok, hetek kérdés, hogy megkezdődjenek a munkálatok. Természetesen először a feltáró utat kell elkészíteni, megépíteni, ezt követően pedig a infrastruktúrát kell oda vezetni ahhoz, hogy mehessen a üzemcsarnoknak a felépítése. A jövőre vonatkozóan várhatók-e még hasonló jellegű beruházások a városban? Vannak-e ilyen tervek? Én biztos vagyok ebben, hiszen ott az alapkőletételnél is elhangzott az, hogy további két üzemnek a odatelepítését tervezik a befektetők. Ez hasonló nagyságrendű két üzem lesz, mint a mostani épülő új üzem. Meg hát reménykedünk abban, hogyha ott látható módon beindul egy ipari park ki üzemépítési lánc, akkor ez oda fogja vonzani a további befektetőket is. Egy másik beruházáson is voltunk már együtt, bejáráson, épül-szépül a városi strandfürdő, bár én akkor voltam utoljára, amikor még csak a medencéknek a beton része állt. Most hol tart, polgármester úr, a beruházás? Én hetente, két hetente, ahogy időm engedi, ellátogatok a strandra, megnézem, hogy milyen állapotban van, milyen stádiumban van. Itt kevésbé vagyok megelégedve, őszintén meg kell, hogy mondjam, hiszen ez az építkezés, ez haladhatna jobban is. Nyilvánvalóan a kemény tél is hátráltatta a munkálatokat, de az is tény, hogy kivételesen a kivitelezőnek a pénzforrása egy kicsikét megcsapant, és ez mindenképpen egy hátráltató tényező. Ezért volt az tapasztalható a kilátogató vendégek körében is, hogy néha többen, néha kevesebben dolgozgattak, és bizony sokszor nem tetszésemet kellett, hogy kifejezem a kivitelező vezérigazgatója irányába. Többször összeültünk, beszélgettünk, és akkor meghánytuk, vetettük, hogy hogyan tovább. Azt semmiképpen nem szerettem volna, hogyha levonulnak a területről, hiszen ez egy uniós pályázatból készülő beruházás. Nyilvánvalóan a pályázat a ti határidő köt bennünket, és hát az is tény, hogy egy félkész beruházás nem szívesen vállal semmilyen kivitelező fel, hogy befejezze vagy folytassa a munkálatokat. Nos, nyilvánvalóan a kivitelező vezérigazgatója, a Tempero vezérigazgatója mindent elkövetett annak érdekében, már csak presztízsből is, hogy a munkálatokat minél hamarabb befejezzék. Most úgy tűnik, hogy meglendült a munka, és a medencéknek a csempézése
kezd befejeződni, illetve a héten a tartószerkezet és a ponyva is, ha minden jól megy, akkor a helyére fog kerülni. Mit mondott a vezérigazgató? Lesz-e csúszás? Mi várható? Hát a csúszás az már van, úgyhogy ez egy természetes dolog. A ködbérrel fogunk érvelni ellenében, hiszen valamilyen biztosítékot minden beruházó tesz annak érdekében, hogy a munkálatok, hogyha idejében nem fejeződnek be, akkor tudja érvényesíteni a jogait. Még egyszer mondom, lassabban halad a vártnál, de remélem, hogy a minőség az mindenképpen a javára fogja fordítani a kivitelezőnek ezt a csúszást. A 4-es számú főút mellett, hogyha lehet így mondani, akkor felújítják a Törökszent Miklós püspökladány vasútvonalat is. Ez a beruházás mit jelent a városunk életében? Mindenképpen örömteli a dolog, hiszen a vidéki embereknek a közlekedése az mindig bonyolultabb, mint a Budapest és környékén élőknek, és én úgy gondolom, hogy az adófizető állampolgár vidékén is adófizető állampolgár, és megérdemlik azok a jogok, hogy tudjon közlekedni. Elég nagy baj az, hogy a 4-es főút nem lett autópálya, ezt is számtalanszor elmondtam már, és most se hagyom ki a lehetőséget, hogy ne mondjam el azt, hogy bizony én, és nem csak én, hanem a környékben élők is igen szokon vették, hogy annak idején az elmúlt kormányzati ciklusokban a 6-os számú autópályát építették meg Pécs irányába, ahol azt mondják arra járók, hogy alig-alig lehet találkozni autóval, járművel azon az autópályán, ahelyett, hogy a 4-es autópályát építették volna meg, hiszen tudjuk, hogy iszonyatosan nagy a forgalom. Nos, hogyha már az nem készült el, akkor legalább a vasúti vonal legyen tökéletes, és ez a vonal javítás, illetve bővítés, felújítás azt a célt szolgálja, hogy itt 160 km/órás sebességgel tudjanak közlekedni a vonatok. Ez nekünk jó, hiszen könnyebben tudunk keleti, illetve nyugati irányba is közlekedni ezentúl. Hamarabb fogjuk tudni elérni Debrecent, és Budapest irányába is gyorsabban és kényelmesebben fogunk tudni utazni. Már most tapasztalhatók azok a kényelmi szempontok, ami vár ránk, a peront is megemelték, úgyhogy sokkal könnyebb most már idősebbeknek is, esetleg mozgássérültöknek, kisgyerekeknek felszállni a vonatra, mint a korábbi években, nem kell akkor átlépni. Egyáltalán fedett lesz a peron, úgyhogy aki kilátogat a vasútállomásra, az már most láthatja, hogy mekkora a változás. Örülök ennek. Túl vagyunk az idei év, ha lehet így mondani, legnagyobb rendezvényén. Megtartották városunkban a birkafőző fesztivált, immáron a 14-et. Végezzünk most egy értékelést, polgármester úr, hogyan látja, hogyan értékeli az előkészületeket, a szervezést, illetve a rendezvény lebonyolítását, a rendezvény menetét? Hát egy nagyon-nagyon nagy rendezvény ez, a birkafőző fesztivál. Ha csak néhány számadatot mondok, körülbelül 500 fő dolgozott azon, hogy minden flottul menjen, körülbelül 180 főzőhelyen szorgoskodtak a mesterek, és hát körülbelül egy olyan 300 lábosban főtt a birka, vagy más étel, mert néhány különlegességet is találtam itt a bejárás során. Óriási munka, köszönet a szervezőknek. Név szerint csak egy embert hagy említsek meg, Kovácsné Kerekes Katalin igazgatóasszony nevét, aki nek a feladata volt ennek a rendezvénynek, az idei rendezvénynek a koordinálása és megszervezése, mert hogy az idén a Dérenyi szervezte a birkafőző fesztivált, de sorolhatnék nagyon-nagyon sok nevet, akinek a tevékenysége nélkül nem lett volna ez sikeres. Még egyszer mondom, körülbelül 500 fő dolgozott azon, hogy jól sikerüljen az a birkafőző fesztivál. És az eredmények, illetve a visszajelzések is azt tükrözik, hogy elégedettek az emberek. Jó volt, jónak értékelik. Én magam is úgy láttam, hogy mind a programok, mind a birkapörköltek kiváltották az odalátogatók tetszését. Az odalátogatók száma sem volt csekély, mert kb. 10 000 ember látogatta meg ezt a fesztivált.
Ez hasonló mértékű, mint a korábbi években volt, és ez valószínűleg így stabilizálódni is fog, hiszen a területet már továbbot nem lehet bővíteni, nem is szeretnénk tovább bővíteni. Ennyivel kell bérni, de én úgy gondolom, hogy egy 22 ezer fős településnek egy 10 ezeres látogatottságú rendezvény nem, semmiképpen nem válik szégyenére. Nyilvánvalóan a rendezvény az több célt támad meg, hiszen a hagyományőrzéstől kezdődően a különböző népművészeti ágak bemutatásáig sok mindenre van lehetőség, de a legfontosabb számomra az, hogy egyfelől látható módon a generációk között átadásra kerül a birkafőzésnek a tudománya, ez nagyon-nagyon jó, és újdonság, hogy ilyen csapatokba, szerveződbe főzik a birkatestet, és a másik mindenképpen jó dolog az, hogy egy olyan hírét viszi a városnak az ide látogatók, akik nagyon sok felől érkeznek településünkre, ami mindenképpen pozitív. És ez egy összetartó erő. Ilyenkor hazajönnek olyanok is, akik máskor nem szakítanak időt a hazalátogatásra, és hát öröm találkozni olyan emberekkel, akikkel esetleg évek óta nem futott össze az ember. Ez mindenképpen egy nagy-nagy pozitívum ennek a rendezvénynek. És megtört az elmúlt két év jege is, hiszen az időjárásra az idén nem panaszkodhattunk. Hát a hőmérséklete semmiképpen nem, még talán túl meleg is volt, de hát nyár van. És a rendezvényen egy jeles eseményen is részt vehettünk, újra van kazak konzulátus Karcagon. Büszkék vagyunk erre. Mi kitartottunk, kitartott a tiszteletbeli kazak konzul is, Horváth László úr. Akkor, amikor nem volt tiszteletbeli konzul, akkor is tette a dolgát, építette a kapcsolatot a két ország között, és azokat a szálakat erősítette, ami mindenképpen egy pozitív jel lehet a következőkben. Most egy pici szusszanásnyi idő, aztán augusztusban nagykunsági kulturális napok. Mit tervez a várospolgármester úr? Mit lehet tudnunk majd erről a rendezvényről? Mi lesz? Hasonló módon szeretnénk megszervezni azt a rendezvényt, mint a korábbi években. Nyilvánvalóan a pénztárcánkhoz méretezzük az eseményeket, de én úgy gondolom, hogy az a csapat, amelyik fölvállalja ennek a megszervezését, ügyel arra, hogy mindenki jól érezze magát a nagykunsági kulturális napokon is. Úgyhogy tulajdonképpen sok pihenés nincsen, hiszen a Birkafőző Fesztiválnak az értékelése még nem történt meg, az a következő napok egyik fontos eseménye, hiszen abból is mindig lehet tanulni, mindig van azért olyan kis hiba, amit ki kell és ki lehet küszöbölni, és ha azzal végeztünk, már is kezdünk a nagykunsági kulturális napok szervezésének. Nyár van, polgármester úr, picike kis pihenés mindenkinek jár, sok munkája mellett lesz idő pihenésre. Hát én reménykedek, hogy lesz egy kis szuszonásnyi idő. Igazándiból még nem terveztem el, illetve nem terveztük el a családdal, hogy hol töltünk el pár napot. Szeretnénk természetesen valahol egy kicsikét lazítani, kikapcsolódni. Még nem vagyok szabadságon, még ezen a héten, illetve a következő héten is fogok dolgozni, de azt követően legalább egy pár napra szeretnénk elmenni, lehetőség szerint az időjárásnak megfelelően valami helyre, hogyha meleg lesz, akkor vízpartra, hogyha kevésbé, akkor pedig a hegyekbe. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, kellemes nyarat kívánunk, és visszavárjuk majd egy következő interjúra. Köszönöm a lehetőséget, én is kellemes nyarat, jó pihenést kívánok mindenkinek, aki megteheti, hogy pihenjen, aki pedig nem, annak szorgos, dolgos munkát. Köszönjük, hogy itt volt. Kedves nézőink, mára megköszönöm figyelmüket.